hogyan búcsúzzak el a kutyámtól, hogy ne sírjon utána egész nap. Itt a dolog nem a búcsúzáson fog múlni. Ha egy kutyus egész nap sír a gazda után, az valószínűleg szeparációs szorongásból fakad, vagy abból fakad, hogy unatkozik, vagy abból fakad, hogy aggódik azon, hogy hova ment el a gazdi. Tehát ennek több oka lehet, ennek a mélyére kell ásni megint csak, hogy mi lehet ennek a viselkedésnek a kiváltója. És sajnos az nem fogja megoldani, hogy szia kiskutyám, vagy jaj, nagyon fogsz hiányozni kiskutyám, tehát hogy nem magában a búcsúzásban keresendő a kulcs, de az is hozzátartozik, hogy akkor az elsődleges cél szerintem, hogy a kutyámnak egy magabiztos vezetője tudjak lenni. Ha én a kutyámnak egy magabiztos vezetője vagyok, ő pedig bár a családtagom, mert az, de nem kérdőjelezheti meg az én döntéseimet, akkor amikor én elindulok a házból, akkor neki ezzel nincs dolga. Ergo, akár el se kell tőle köszönnöm egyáltalán, a nagyon nagy babusgatás, kétségbeesés, jaj, de fogsz hiányozni, kiskutyám, milyen rossz lesz, hogy eddig nem látlak, az inkább árt, mert a kutyák nagyon érzékenyek a mi rezgéseinkre, érzékelik a mi hangulatunkat, és át fogja ezt venni. Ő is kétségbeesik, hogy jaj, de rossz lesz, hogy nem látom a gazdit. Ez nem cél, tehát inkább a határozott távozás otthonról a cél, de ha a kutyus tényleg egész nap sír, az egy elég komoly probléma, amivel szintén azt javasolnám, hogy forduljunk szakértőhöz, olvasunk utána alaposan a témának, hogy ez mi mindenből fakad, mert valamin mindenképpen változtatnom kell, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessem.